turista, ez a lecsókolvász. Házi húskészítményeket is megkóstolhattak azok, akik ellátogattak a szezonkosár bevásárló közösség bevásárló napjára. A kolbászok, sonkák és szalámik mellett többek között különböző sajtok, zöldségek, mézek, lekvárok, szörpök közül válogathattak a vásárlók. A termékek kiválasztása előtt szinte minden eladónál lehetőség nyílt arra, hogy megkóstolják azokat az érdeklődők. Fontos számunkra, két kisgyerekünk van, hogy olyan élelmiszereket vásároljunk, amik biztosan olyan termelőktől jönnek, akik kevesebb vegyszert, vagy netán teljesen vegyszermentes termékeket állítanak elő. A szezonkosár csapatában jelenleg a térség 20 helyi termelője árulja portékáját. Folyamatosan csatlakoznak hozzájuk újabbak is. A farkas család 3 hónapja került be a bevásárló közösségbe. Döbröcén található gyümölcsösük adja az alapanyagot szörpjeikhez, lekvárjaikhoz. A piacon való értékesítést azért kedvelik, mert személyesen tudnak találkozni a vásárlókkal, akiknek minden a termékük iránt felmerülő kérdésükre válaszolhatnak így. Portékájuk ugyanis széles skálán mozog. Kézműves lekvárokkal és szörpökkel foglalkozunk, családi összefogás keretein belül készítjük tartósítószermentes termékeinket. Jelenleg 37 féle termékünkkel vagyunk a piacon, és itt a szezonkosáron belül próbálunk itt Keszthely környékén a termékeinket népszerűsíteni. A szezonkosár tavaly alakult. A Hévíz Balaton Zalai Dombhátak Líder Egyesület által szervezett közösségen keresztül eredetileg csak online rendelhettek a vásárlók, akik az átadó napokon kaphatták meg a termékeket. Ezt egyszerűsíteni szerették volna a szervezők, így jött az ötlet, hogy bevásárló napokat is szerveznek. Minden hónap utolsó péntekén bárki vásárolhat a Gyenesdiási piacon előzetes regisztráció nélkül. Ez az első alkalom, és az látható, hogy valóban van igény a helyi termékre, ami ráadásul ellenőrzött, és biztosan mondhatom, hogy egészséges élelmiszer. A jövőben tervezünk tovább folytatni ezeket a bevásárló napjainkat, méghozzá minden hónap utolsó péntekére tervezzük. A következő alkalom november végén kerül megrendezésre. A szervezők célja, hogy családos események is legyenek a bevásárló napok. A gyermekek most tökfaragással tölthették el az időt. A 150 termést a közösség tagjai ajánlották fel. A felnőtteknek környékbeli borászok kínálták kóstolásra nedőiket. A novemberi bevásárlónapon az advent jegyében készülnek a szervezők programokkal. Adventi díszek készítését és közös társas játékozást szeretnének megvalósítani.